Mi lenne, hogyha ahelyett, hogy egy mikrót használnál, a vezeték nélküli mikrofonrendszereddel melegítenéd fel a pizzád? Ha nem érted, hogy mi ez a kis figyelemfelkeltő poén, akkor lehet, hogy nem láttad az első részét ennek a sorozatnak, szóval mindenféleképpen nézd meg, hogy egy tisztább átlátásod legyen, hogy mi a különbségek a különböző vezeték nélküli rendszerek között, amikről ma beszélni fogunk. Nagyon király termékeket mutatok neked majd ma a Sennheisertől, mindegyik nagyon-nagyon jó minőségű, de nagy különbség van köztük. Szóval, hogyha gondolkozol, hogy beszerzel egyet, akkor mindenféleképpen nézd végig az egész szériát és ezt a videót is, hogy a megfelelő döntést tud meghozni. Át fogjuk beszélni, hogy mik a különbségek, hasonlóságok a három vezeték nélküli mikrofonrendszer között, milyen áron vannak, és egy hangtesztet is csinálunk itt bent is, meg kint is. Kezdjük el, de előtte intro. Egy disclaimerrel szeretném kezdeni, ugyanis a Sennheiser odaadta nekem ezeket a vezeték nélküli rendszereket, és segítettek, még egy ilyen kis technikai oktatást is adtak, persze teljesen alapszinten, viszont semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy mit mondok róluk, hogyan mutatom be, és akkor látják a videót először, amikor te is. Oké, beszéljünk a termékekről. Először a belépő kategóriás XSW digitálról, ami 2,4 GHz-en operál, de nagyon fontos, hogy lehet, hogy valamikor elvesztünk egy jelet, de mivel ez nagyon-nagyon magas minőségen lett elkészítve, és pont ezt kell megnézni, ezért bízhatunk benne, hogy ez az eszköz nagyon erős jelet fog küldeni, és a legtöbb esetben semmilyen interferenciával nem találkozunk. Persze lehet, hogy egy Bluetooth és Wi-Fi eszközökkel telített területen, vagy társasházban történhet valami, vagy például, hogyha sok ember között, vagy mélynyomó mellett állunk, de ki akarna hangot felvenni egy mélynyomó mellett? Ha egyet értesz ezzel, akkor mutasd meg azzal, hogy benyomod a like gombot. Oké, szóval a Sennheiser XSWD az egy hordozható csiptető mikrofonos rendszer, és az ME2-es csipi mikrofon van rajta, és nagyon jó hangot ad. Tök egyszerűen csak be kell dugni egy 3-5 mm-es jackdugóba, akár a kamerába, vagy máshova, és 75 méter távolsága van, nyilván ez jó kondíciók mellett, és 5 órát bír az aksia. Vannak rajta LED indikátorok, ez az egyetlen eszköz, aminek nincsen külön kijelzője, de ezzel láthatjuk azt, hogy kapcsolatban vannak-e egymással az eszközök, vagy hogy merül-e az elem, és némíthatunk is rajta. Amúgy 120 ezer forintba kerül. A következő versenyzőnk a Sennheiser AVX vonal, ami 270 ezer forintba kerül. Tényleg egy nagyon magas stúdió broadcast minőségű hangot ad, és Phantom Power, Phantom Tap is van benne, és egyből, ahogy kinyitjuk, már lehet használni. Hogyan? Mert ez önmagát konfigurálja be, és ez egy digitális adóvevő. Emlékszel, amikor beszéltünk az analóg és a digitális közti különbségről az első videóba? Itt nem kell ilyen rádiófrekvenciákat állítgatni, és akkor persze jöhet az a kérdés, hogy de a 2,4 GHz-en akkor elvesztheti a jelet, vagy van-e interferencia, viszont ez nem történik itt meg. No. 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 Mert ez 1,9 GHz-es frekvencián működik. Mi a különbség? A 2,4 GHz az mindenki számára ingyenes, tehát ezért lehet, hogy a belépő kategóriás olcsóbb vezeték nélküli mikrofonrendszerek ezt használják. Ugyanakkor meg lehet vásárolni egy licenszdíjért az 1,9-es frekvenciát, és éppen ezért kerülnek ezek az eszközök egy picikét többe, ezért drágábbak. Ugye, ahogy mondtam, automatikusan szinkronizálnak, és ezután egy folyamatos kommunikációt még optimalizálnak is, hogy a legjobban tudjon működni. Az egyedüli más eszköz, amitől félned kell, az a DECT headsetek, amiket irodákba vagy call centerekben használnak. Azonban azt a szürreális esetet elképzelve, hogy pont egy olyan call centerben forgatsz, ahol We apologize for the wait and we'll answer you shortly. 100 operátor használja ezeket a DECT headseteket ugyanabban az időben, mert akkor tényleg lehet interferenciád, máskor nem lesz.
de ha egy ilyen esetet már láttál, vagy úgy gondolod, hogy ilyenbe használod, akkor kérlek írd meg kommentbe, mert nagyon kíváncsiak, hogy mi az a sztori. De most beszéljünk a harmadik termékről, ami a Sennheiser Evolution Wireless A4V, ami audio for videót jelent, és 215 ezer forintba kerül. Itt old school-ok maradunk, mert ez analóg, ugyanazt a magas broadcast minőséget kapod 48 voltos phantom táppal, és a legnagyobb flexibilitást ez adja az analóggal, hiszen 88 MHz-es bandwidth-ben akár 32 csatornás range-et tud 100 méteren belül kezelni, és akár 8 órát is bír egy töltéssel. Egy kicsit felevelítsük az első videóban lévő technikai kitekintésünket, ez az analóg frekvencia 25 kHz-enként állítható 520 és 937,5 MHz között. Srácok, szerintem ez volt eddigi a csatorna életében legtechnikaibb review, de most szerintem csapjunk bele a közepébe és nézzük meg a hangtesztet, az érdekes dolgokat. Most a Sennheiser XSWD-t hallod, ami konkrétan a kamerámhoz van csatlakoztatva, és a vele járó csiptetős mikrofont használom. Átváltva a Sennheiser AVX-re, ami a számítógépemhez van csatlakoztatva egy XLR kábellel, és ugyanúgy a lavmic-ot használom. Az utolsó, az EWG4, ugye az Evolution Wireless vonal, ami egy analóg rendszer, és most ezt hallod. Csak egy referenciaként most itt a belógó Sennheiser MKH416-ost hallod, ami a MacBookomhoz az Audient Evo 8-on keresztül van egy XLR kábellel kötve. Most pedig menjünk ki, hallgassuk meg milyen kint, meg egy nagy, tömeges részre is, ami egy meglepetés lesz, hogy hol van. Oké, itt vagyok kint a teraszomon, és ami érdekes, mert ugye ezek vezeték nélküli rendszerek, hogy elég nagy teraszom van, és messze van a stúdiószobám, ugye, ahol veszem fel, és mert ezek vezeték nélküli rendszerek. Ezért nem tudom, hogy pár falon keresztül elmegy, most ezt nyáron veszem fel. Poénból, hogy tetszik, csinkvetelre van a kis nyári nadrágomon, és eltűnök itt a fal mögött, tehát itt most rengeteg fal van, és most az első, amit hallunk, az az AVX. Nézzük meg, hogy milyen volt. Közben pedig átváltottam az XSVD-re, ugye ez a pici, ez viszont pont a kamerához van csatlakoztatva, és nem a szobámban van, úgyhogy nézzük, hogy milyen ez. És ez az ugye, ami a 2.4-es digitális, tehát ez vesztheti a felvételt. Mérhetőleg nem fogja. Oké, és ahogy sétálok vissza, az Evolution Wireless a legdurvább széria, úgyhogy ezt is nézzük meg, hogyha megyek, falak lesznek, megfordultam, így most, hogyha így elbújtam, itt igazából van 6 fal körülöttem, úgyhogy látsuk meg, hogy ezek így milyenek voltak, direkt ilyen kis lájtosan akartam ezt így megcsinálni. De még van egy helyszín, ahol tesztelnünk kell, ahol rengeteg ember, rengeteg eszköz van, menjünk át oda. És most itt van egy teszt, kint vagyok a szigeten, és megnézzük, hogy milyen a mikrofon, akkor, hogyha itt elmegyek, nézzük, hogy lehet-e hallani bármit a mikrofonnál. Ugye itt elmentem a hangfalnál, de az az érdekes, hogy ugye ezáltal elég sok mindenféle zavar is lehetne, de megnézzük, hogy milyen. Nos, ez volt a hangteszt. Mit gondolsz? Szerintem hangminőségben nincs nagyon különbség az összes között, hiszen mondjuk főként bent ugyanúgy egy ilyen, úgy ahogy hangkezelt szobába baromi jól lehet őket használni, de hogyha valamilyen lokáción használjuk, akkor tényleg azoktól a use case-ektől függ, hogy hol, miként használjuk, és ez alapján tudjuk eldönteni, hogy melyiket válasszuk. Ezt a gondolatot mindjárt folytatom, de előtte szeretnék még valamiről beszélni, amik a csatornák. Nem úgy a csatorna, mint például ez a YouTube csatorna, amire ha még nem vagy feliratkozva, akkor
igazán feliratkozhatnál, hanem az elérhető csatornák száma, tehát hogy mennyi mikrofon tud egymással kommunikálni, mert lehet, hogy csak ez az egy dolog el fogja dönteni, hogy melyiket választ. Szóval a digitális XSVD az 4 transmitter tud kezelni, míg az AVX az 8 adót. De a legdurvább az az Evolution Wireless G4, mert az konkrétan 24 csatornát tud kezelni. Képzeld el, hogyha egy olyan helyzet, vagy nem tudom, talán egy színházba kell ilyeneket, de nem tudom elképzelni azt a podcastet, vagy beszélgetős dolgot, hogy nekünk egy ilyen kreatori szinten ilyen kelljen. De 4, 8, 24, ezt tarts fejben, és amikor választasz, tudd, hogy future proof, tehát hogy jövőben is úgy építed majd a kitet, hogy ezeket használd, de ugyanakkor a másik oldalról meg nem szabad overkillbe menni, csak azért, mert ez a drágább, vagy ezt mondják jobbnak, nem kell azt választani, és ezt a hiedelmet el szeretném oszlatni. Egy másik dolog pedig, hogy lehet, hogy mondjuk a kameránkat néhány évente váltogatjuk, cseréljük, de egy vezeték nélküli audio rendszer az minimum 10 évig jó lesz, ha nem tovább. Úgyhogy ez alapján válasz. Lehet ugye old school vonalon is működni, és nem csak analógban, hanem mondjuk, hogyha nem akarunk vezeték nélkülit, mint ahogy a Home Office stúdiómban a legendás MKH416-ot használom, amit a hangtesztben is hallottál, de ha érdekel, erről van egy teljesen külön dedikált review, itt megnézheted. Ez az egész tér, amiben vagyunk, egy annyira inspiratív tér lett a Home Office stúdióm, nagyon sok király kis eszközzel, a hangokról is van benne szó, de minden másról is. Ha érdekel, akkor nézd meg azt a videót. Lájkolj, kommentelj, beszélgessünk, és ugye iratkozz fel a csengővel együtt, rengeteg király tartalmam jön. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy találkozunk a következőben. Mondjuk itt. Klik, szia, sziasztok!